Sajit. Itt nagyok a szint különbség. Nehogy itten hatalmasat essek. Hát igen, ahhoz még kellene egy magyarítás. Hát mit csak... Mondjam drágám, hogy most lepődtem meg, hogy nincs hozzá magyarítás. Jól van, majd valamikor így. Jól van. Na, ennyi. Ennyi. Már le is töltődik. Lassacskám. Már le van töltve. Majd nekem... Há, 3 másodperc alatt, akkor vagy nekünk van jó izé, netünk, vagy az, hogy egy... 40 mega. Jó van akkor. Vagy nekünk van jó netünk, vagy azon kívül még kicsi a játék. Tárhelybe. Mennyi tárhelybe? Mondom, hogy 40 megát nyom. Ja, az kó. Az első volt 30 mega. Ja, igen. Neked el? Nekem el. Na, ezzel is megvan. Kivilágítottam úgy nagyjából a környéket. Oda még. Még fér hozzá. Na még egyet égessel, és... Okidoki. Ez a kettő. Nem az egy. Tök ugyanaz volt. De ez az egy. Sikerült még egyszer az egyet letöltened? Ah, az az egy. Sikerült Dodinak még egyszer. Zombater. Nem, az ez egy kiegészítése az egynek, igen. De a kettő van letöltve. Na hát most ezen vitatkozunk, közben ezek meg itt ugyantkoznak, hogy mi lehet a bajom. Na, kérem vissza. Még kettő. És így nem csak így beszélgetünk, hogy mi nem. Meg mi igen, meg mi nem. Na jó van. És följebb. Jó. Most úgy döntöttem, hogy tovább kellene vinnem a bányát, amúgy értem ezen a részen. Mert kevés a kő. Töltöttem ki így földön. Á, nem tudom. Na, megint bele is futottam egy járatba. Á, richtig. Melyikbe? Valamelyikbe. Jól megbeszéltem magammal. Akkor nem ilyet kell nekem. Ennyi, és így.
akkor ezt ide, azt oda. Ezzel, hogy itt haladok közben lefelé, így magamnak megteremtem közben a külmennyiséget, amire szükségem lehet. Valamint haladok is lefelé, hogyha netán-tán ténylegesen, normálisan, összességében, teljesen. Szerinted még tudom még mondani? Felfedezem a pályát. Bocsánat. Akkor legyen egy vész megoldás arra az esetre, hogy lehessen mit csinálni. Akkor majd elmondom, hogy mi a következő lépés. Ki tudja, hogy biztos két reggelt láttam, ja. Ja, kétszer jöttek, úgyhogy biztos jó. Oda arra kattints rá. Aztán miért nem raktál? Mindegy. Nem csak közben segítek hátrafelé, Dodino. Tudjátok, mire jöttem rá? Hogy sokkal jobban szeretett dolgozni járni, mint iskolába. Szokták mondani, hogy jaj, majd megtanulod, milyen jó volt. Hát nem kell házi dolgozatot írnom, mit tudom én. Nem kell megtanulnom dolgokat, hanem csak járok be, az kész. Nem kell semmi egyebet csinálnom. Úgyhogy... erre jöttem rá, jobban bírok dolgozni, mint tanulni. Ez bizonyos értelemben jó, bizonyos értelemben rossz. Na, már megint sódert találok. És én csak haladok lefelé, Én semmi különöset nem találok. És ott gyűlnek a köveim. Nézzük. Hol tartok? 40. Hát még egy 20. 15-20-at még le kell vinni. Ez mindig attól függ, hogy mennyire látok fölfelé. Na, úgy látszik, hogy még 15-öt biztos, 20 az már. Akkor nem. Nézzenek oda. 20 akkor, amikor jó a kilátások. Nincsen sok lég közte. Jaj, Isten. Ízadok. Tudálok izzadni. Nézzük. Kicsit följel megyek, mert csinálok némi lépcsőt. Erre a részre. Hopp, hopp. Franc a zombi, hogy utálom? S ő hogy utálhat engem? De hogy engem az marhára nem érdekel. Egyelőre azt oda elteszem. És mindjárt úgy is kezd reggel lenni. Itt is még világíthatok.
Ó, már ki van nyírva. Növényzet ott már. Lehet ezeket tenni bőven. Legalább azon a üres területen ne támadjanak már rám. Nem. De. Ezt meg is beszéltük. Na, akkor folytatom. Ha. Nézzük. Két reggel ez a harmadik. Azon gondolkodom, hogy itt van egy tő. Hát még kell itt egy kicsit bontogatni. Tudom, Dodit ez abszolút meg nem lepi. Én más nem csinálok, mint bontok. Próbálom most egy olyan alakzatot csinálni. Viszonylag esztétikus. Na, ilyen szinte ház is építhető ide. Max valami érdekes kinézetű ház lesz. Nézzük meg lentről. És szerintem úgy. Milyen? Ja, ez már konkrétabb. Még ott egy kicsit még kell rajta finomítani. Egy ilyen ellipszis alakot próbálok kihozni. Csak hát az a pláne, hogy nem kreatívban vagyok. Hát igen, csak erőteljes Survivor. Úgyhogy minden eleve máshogy jön. Ja, megint lemegyünk, hogy ott már jó lesz-e. Szerintem már, hogy okés is. Nagyjából ott van egy kör. Ja. És amennyi föld van itt. Az úgy jó, úgy igen. Magamat így nyugtatgatom, hogy jó, az úgy nem kell tovább, elég. Úgy gondoltam, a luxusfából építem. Igen, a fehérből. Mondja, hogy nem ide gondoltam. Ennek nem lesz úgymond normál alakja.
Nem. Kicsit máshogy fog kinézni. Szerintem itt lesz majd a lépcső lefelé. Nézzük, hogy hol helyezkedik a bányához képest. Nagyon jól. Egy 3x3-ast itt levezetek. Nagyon profi. Majd így be. Hát itt egy kicsit hátrébb kell vinni a falat. Mert így, mert itt is kell még egy külön fellépő, mert nem fogom itt a földet lebontani, hogy kicseréljem a, hogy milyen talapzatom legyen, hogy micsodán milyen padló legyen, hanem majd erre ráteszem, és akkor haladok. Ó, hát szerintem ugye ennyi lesz mára. Megint éhes lettem. Látszik, hogy megint kell vadásznom disznyót. Csak ez van a környéken. Jövök következő 3 napban, majd ezután próbálok haladni a házzal, bányászni, és közben nem éhen halni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Sziasztok!